Hello, hello! Innen a Dunapartról! Gyönyörű kilátás, és pont tökéletes, hogy a work-life balance-ról fogok beszélni ebben a videóban. Hogy is van ez magyarul, hogy a munka és élet balanszírozása, harmóniába hozása, kiegyenlítése, hogy tudod ezt összeilleszteni, meg hogy egy nap mennyit dolgoz, meg ilyenek. Szóval, hát erről azért elég sok tanulmány van, meg vélekedés, meg gondolat, meg vita, meg senki nem egyezik meg kb. Semmiben. Jó, egy dolog az biztos, az, hogyha fókuszált munkában vagy, már pedig csak úgy érdemes ugye dolgozni, akkor ne nyomkod közben a telefonodat, ne közösségi médiában ne lapozgass, meg nézz vicces videókat YouTube-on, meg mit tudom én micsoda, semmilyeneket egyébként. Maximum, hogyha kell a munkádhoz, mert valamilyen információra szükséged van, és azt onnan veszed ki. Telefonálni se telefonálj, ne vegyél felhívásokat, tehát fókuszált munkát végezz. És egyébként azt mondják a tanulmányok, hogy egy 3-4 óra fókuszált munkát tudunk elvégezni egy nap, mert hogyha többet csinálunk, akkor az nem olyan hatékony, és az kiégéshez vezet, nyilván hosszú távon. Úgyhogy elviekben az lenne az egészséges, hogyha ilyen másfél-két órás intervallumokat csinálnánk, ez rám is vonatkozik, mert én sem mondom, hogy bővelkedek így ennek a tökéletes kialakításában. Szóval nekem is itt még van még mit tanulni és fejleszteni. Szóval lényeg, hogy úgy lenne érdemes, hogy másfél-két óra fókuszált munka, és utána egy ilyen fél óra-egy óra pihenő. Akár meditáció is lehet közben, ami így kitisztítja így a gondolataidat, így kicsit így megnyugtat, és sokkal fókuszáltabbá tudsz azáltal válni. Ha nem megy, és ez sok, akkor lehet fél óra, egy óra fókuszált munka, és utána egy kis pihi, lehet az, hogy fél óránként 10 perc pihi. Szóval az a lényeg, hogy ezt is így önmagadra alakítsd, hogy nem hiszem, hogy itt van egy ilyen ultimate, mindenkire ráhúzható dobozos megoldás és igazság. Én abban hiszek, hogy ezt ki kell tesztelni, ki kell tapasztalni, mint kb. Szinte bármi mást az életben, és meg kell nézni, hogy neked mi működik a legjobban. Hogy tudsz te a legjobban működni, hogy érzed magad a legjobban. Például én tök jól érzem magam, hogy szombaton is dolgozom, meg hogy vasárnap is dolgozom, tehát engem ez abszolút nem zavar. Az se, hogy ünnepnapokon is, azt se tudom, hogy mikor van ünnep és mikor nincs. Talán a karácsony az egyetlen, amit úgy vágok, hogy az ünnep, meg mondjuk a március 15, bár időnként azt is elfelejtem, és a többit nem, mert hogy ugyanazt csinálom. Na jó, az túlzás, hogy ugyanazt csinálom minden nap, de hogy valójában minden nap nyitott vagyok a munkára, és minden nap teszek valami lépést előre, és a céljaim felé ugyebár, és ez egy szuper dolog, tehát hogy ez szerintem sokkal jobb érzés, mint az, hogy azt mondom, hogy na jó, most akkor azért hétvégén nem csinálok semmit. Annak is persze meg lehet a szépsége, hogy elutazol valahova, és akkor egy-két hétig, vagy x hónapig akár nem csinálsz semmit. Én nem tudom azt magamról elképzelni, mert imádom, amit csinálok, és ebből kifolyólag nem érzem munkának. Tehát most is az, hogy itt lejöttem a Dunapartra, és felveszek nektek egy videót, és olyan dolgokról beszélek, ami azt gondolom, hogy értéket adok, és értéket tudok a ti életetekbe ezáltal teremteni, ez szerintem egy elképesztően szuper dolog, és tök áldottnak érzem magamat és az életemet, hogy így ezt csinálhatom, és ezzel kereshetek gyakorlatilag pénzt, ráadásul elég jó pénzt. Szóval azt gondolom, hogy ez az érzés ez mindennél fontosabb, hogy jó érzéssel töltsön el az, amikor dolgozol az is, és ne nyűg legyen. Tehát nekem is az, hogy ide lejövök, felveszek pár videót, olvasok egy kis izét, könyvet, kiülök a partra, a stégre, hullámzik közbe a víz. Tehát, hogy ilyen full ilyen mennyország feeling kb. Az egész, és közben mégis van benne munka is belecsempészve. Úgyhogy azt javaslom, hogy te is így találd meg az ilyen kis rituáléidat, az ilyen kis megoldásaidat, amivel élvezed azt, amit csinálsz. És nem tűnik ilyen favágós munkának. Persze, ha favágó vagy, akkor nehéz lesz, de... Na jó, ez csak poén volt, szerintem király volt. Szóval a lényeg, hogy érdemes ezt így magadra szabni, és arra figyelni, hogy neked hogy a legjobb. Hogy tudsz a legjobb munkát, leghatékonyabban. Legjobb munkát végezni a leghatékonyabban, és hogy érzed magad közben a legjobban. Úgyhogy hajrá! Ciao!